Engedélyezvény Lolitának a színjátszást. Én bolond. Beleegyeztem, hogy gyakorolja a csalást. Mint kitűnt. Nem pusztán arról volt szó, hogy megtanuljon válaszolni a féle kérdésekre, mint mi a Hedda Gabler alapkonfliktusa, vagy hol vannak a vágy, a szilfák alatt csúcspontjai, vagy elemezze a cseresznyés kertben uralkodó hangulatot. Valójában arról volt szó, hogy megtanuljon elárulni engem. Hogy bántam már a mesterség gyakorlatokat, melyeket oly gyakorta végzett Birdsley nappalinkban, míg én valamely stratégiai pontról figyeltem, amint akár a hipnotizált vagy egy misztikus rítus előadója a gyermeteg alakoskodás kifinomult változatait produkálta színlelvén. Hogy nyögést hall a sötétben, először találkozik a vadonatúj, fiatal, mostoha anyjával, megkóstol valamit, amit utál, mint például az írót, szecskázott füvet cimatol a buja gyümölcsösben, vagy képzelt tárgyakat tapint, nyúlánk, karcsú, gyermek leánkezével. Papírjaink között még mindig őrzök egy sokszorosított lapot a következő utasításokkal. Tapintási gyakorlat, képzeld el, hogy fölemelsz és kezedben tartasz egy pingponglabdát, egy almát, ragacsos tatuját, új flanelbolyhos teniszlabdát, forró krumplit, jégkockát, kismacskát, kölyökkutyát, lópatkót, tollat, elemlámpát. Masszírozd ujjaiddal a következő képzett tárgyakat. Kenyérdarab, monopolradír, barátod sajgó halántéka, bársonydarabka, rózsaszirom. Vakleány vagy. Tapogasd ki a következő személyek arcát. Egy görög ifjújét, Cyranoét, a Mikulásét, egy csecsemőjét, egy kacagó faunét, egy idegenét, apádét. De oly gyönyörű volt, még e rafinált varázslatokat szőtte, álomszerűen mutatta be bűvereit, hajtotta végre feladatait. Bizonyos kalandos Birdsley esténken valami mulatság vagy ajándék ígéretével arra is rávettem, hogy táncoljon nekem. És bár rutinos terpesz szökellései inkább hasonlítottak egy futballszurkoló ugrabugrájára, semmint egy párizsi balettpatkány epekedőn szaggatott mozdulataira, még nem épp anyányi combjainak ütemek kéjjel töltött el. De mindez semmit, abszolút semmit nem jelentett a leírhatatlan gyönyörgörcshöz képest, melyet teniszjátéka váltott ki belőlem. Azon érzés kínzó hagymáza volt ez, hogy a túlvilág rendjének és tündökletének peremén libikókázom. Előre haladott kora ellenére nymfecskább volt, mint valaha, barack szín combjával, tinédzser, tenisztrikójában, uraim. Égi kar, elfogadhatatlan lenne, ha nem látnák őt valamennyi részletében olyannak, amilyen akkor volt, azon a koloradói üdülőhelyen Snow és Elphinstone között, bő, fehér kis fiúsort, karcsú derék, barack szín, rekeszizom. Fehér mellkendőjének szalagjai fölfelé szaladva átölelték nyakát, és kuszac csomóban végződtek hátul, szabadon hagyván lélegzett elállítóan fiatal imádnivaló pehes barack szín lapockáját, azokat a gyönyörű finom csontokat, meg a sima, lefelé keskenyedő hátat, sapkája fehér csúcsban végződött, ütője kisebb vagyomba került. Idióta, háromszoros idióta, lefilmezhettem volna. Most velem lenne, a szemem előtt, fájdalmam és kétségbeesésem vetítőjében. Várt, pihent egy-két mézfehér ütemnyi időt, mielőtt nekilátott volna a szervának. Gyakorta ütögetett egyet-kettőt a labdával, vagy toporgott kissé, mindig könnyed volt, sosem tudta biztosan az eredményt, mindig örült, amit otthoni, sötét életében olyan ritkán tett. Teniszjátéka a legmagasabb csúcs volt, ameddig elképzelésem szerint egy fiatal teremtés az alakoskodás művészetét viheti, bár merem állítani, hogy számára éppen ez volt a vaskos valóság mértana. Mozdulatainak kifinomult tisztasága füllel hallható párra lelt az ütéseit követő, kristályosan csengő hangban, amint a labda ló térfelére lépett, valahogy fehérebb lett, lendülete gazdagabb, s a precíziós műszer, melynek engedelmeskedett, a csendülő érintés pillanatában
Hihetetlenül lassúnak, megfontoltnak látszott. Ami a stílusát illeti, az abszolút, szuperklasszis, tenisz abszolút, tökéletes utánzása volt, minden gyakorlati következmény nélkül. Mint Dorka nővére, Elektra Gold, egy nagyszerű fiatal edző egyszer megmondta nekem, miközben egy lüktető, kemény padról figyeltem, mint cicázik Dolores Hayes Linda Hollal, és kap ki tőle. Dolly ütőhúrjaiban mágnes van, de mi a fenének olyan udvarias? Ó, Elektra, mit számít az, ha ilyen kecses? Emlékszem, a legelső játszmánál, amit láttam, fuldokoltam a szépséggel való azonosulás, majdhogy nem, fájdalmas körcsében. Lolitám oly módon emelte föl behajlított lábát, a szervasorozat széles és ruganyos kezdésekor, hogy kibomlott egy pillanatig ott függött a napfényben az egyensúly eleven szövedéke, a spiccelő láb, az ősi hónaj, a barnult kar, s a messze hátra csapott ütő között, s ő ragyogó fogakkal felmosolygott a hatalmas és fenséges űr zenitjének magasában függő apró bolygóra, melyet ő maga teremtett, azon kifejezett szándékkal, hogy tisztán visszhangzó roppanással zuhinthassa le rá aranykorbácsát. Szépség, nyíltság, fiatalság, klasszikus, ívű, röppája összegződött szervájában. Ám nagy sebessége ellenére viszonylag könnyű volt visszaadni, mivel sem csavarás, sem nyesés nem társult hosszú, elegáns röptéhez. Ma is csalódott sóhajra késztett, hogy minden ütését, minden varázsát halhatatlanná tehettem volna celluloid szalagon. Milyen más lenne, mint a fényképek, melyeket elégettem. Fej fölötti röptéje úgy viszonyult szervájához, mint ajánlás a balladához, mert az én kis csikómat arra edzették, hogy hajlékony fürge fehérrel patkolt, lábacskáján nyomban fölkocogjon a hálóhoz. Nem volt különbség tenyerese és fónákja között, tükörképe volt egyik a másiknak. Ágyékon még mindig beleremeg azokba az édes visszhangoktól és Elektra kiáltásaitól aláfestett pisztolylövésekbe. Dolly játékának egyik gyöngyszeme az a rövid félröpte volt, amelyet még Ned Litton tanított meg neki Kaliforniában. Jobban szerette a színjátékot az úszásnál, és az úszást a tenisznél, mindazonáltal állítom, hogyha nem roppantottam volna meg benne valamit, nem mintha ezt akkor észrevettem volna, csúcsformáját győzni a karással párosítva, igazi serdülő bajnok vált volna belőle. Dolores két ütővel a hóna alatt Wimbledonban. Dolores versenyszerződést ír alá, Dolores profivá válik, Dolores bajnoklányt alakít egy filmben, Dolores és az ő ősz trottyos tropa trénerférje, a Wayne Humbert. Játéka szellemében nem volt sem csalás, sem ámítás, ha csak nem tekintjük az eredmény iránti örömteli közönyét egy nymfecska cselfogásának. Ő, aki kegyetlen és sportélyos volt a mindennapi életben, olyan ártatlan, nyílt és szívélyes oldaláról mutatkozott be a labda helyezésben, hogy bármely másodrangú, de elszánt játékos számára bármilyen balkezes és tutyimutyi lett légyen is, a lehetővé tette, hogy óvatosan pötyögve elvágjon őt a győzelemtől, alacsony termete ellenére, ha egyszer átvette a labdaváltás ütemét, bámulatos könnyedséggel uralta félpályája 300 négyzetcentiméternyi területét addig, amíg ő vezényelhette az ütemet. Ám ellenfele váratlan támadása vagy hirtelen taktikaváltása lefegyverezte. Mérkőzés labdánál. Második szervája, mely meglehetősen jellemző módon még erősebb és stílusosabb volt az elsőnél, mivel Ló nem rendelkezett az óvatos győztesek gátlásainak semmelyikével, hálót reszkettetően súrolta a feszítő zsinót, és kipattant a fogadó udvarból. Brilliáns ejtett labdáját elcsípte, és visszaadta az ellenfél, aki mintha görbült evezőt forgatott volna négy kézlábra ereszkedve. Ló lendületes ütései és repesső röptéi egyenesen ellenfele lába elé hullottak.
Újra meg újra könnyű labdákat emelt a hálóba, és vidoran fintorkott kétségbeesést, balett táncoshoz illően, konyulva alá, előre fittyedő fürtökkel. Kecsessége és labdái oly sterilek voltak, hogy még lihegő, enmagam is, ódivatú átemeléseimmel meg tudtam fosztani a győzelemtől. Gyanítom, hogy különösen fogékony vagyok a játékok varázsa iránt. Gastonnal folytatott sakkpartiaim során áttetsző folyadékkal töltött négyzet alakú medencének láttam a táblát, rózsásan derengő ritka kagylókkal és hadicselekkel sima, mozaikos padlatán, mely megzavart ellenfelem szemében, nem volt egyéb, csupán merő iszap és tinta hallé. Épp így a Lolitára rótt legelső teniszedzések még a nagy kaliforniai leckék révén támadt megvilágosodást megelőzően nyomasztó és lesújtó élményként maradtak meg emlékezetemben. Nem csupán azért, mert Lót oly reménytelenül és idegesítően idegesítette minden tanácsom, hanem mert a pálya pontos szimmetriája ahelyett, hogy visszatükrözte volna a benne lappangó harmóniákat. Tökéletesen összekuszálódott a rosszul tanított, gyűlölködő gyermek esetlensége és lomhasága révén. Most minden másként volt, és azon a bizonyos napon a Colorado-i Champion tiszta levegőjében, azon a csodálatos pályán a Champion Hotelhez, hozzáálláson vagyon, vezető meredek kőlépcső tövében úgy éreztem, elretőzhetek az ismeretlen árulások lidésznyomása elől Lolita stílusa, lelke és irgalmas tiszta lelkűsége övlében. Keményen és egyenesen ütött, mély, alacsonyan szelló labdákat adott, megszokott erőfeszítés nélküli lendületével, mindezt oly összerendezett ritmikával és kiszámíthatóan, hogy lemmunkám gyakorlatilag hintázó sétára csökkent. Az élvonalbeli játékosok tudni fogják, hogy értem. Keményen nyesett szervem, melyet apámtól tanultam, aki viszont Dekuszitól vagy Bormántól, régi barátaitól és neves bajnokoktól komoly zavarba hozta volna az én lómat, ha igazán zavarba akartam volna hozni, de kidulna föl egy ilyen tündökletes drágaságot. Említettem-e, hogy mesztelen karján látszott az oltás nyolcasa, hogy reménytelenül szerelmes voltam belé, hogy csak 14 éves volt. Egy kíváncsi pillangó szállt el, lebukva kettőnk között. Teniszsortos pár bukkant elő a semmiből, egy nálam csak körülbelül 8 évvel fiatalabb vöröshajú fickó, kinek sípcsontját világos rózsaszínre pörkölte a nap. Meg egy Lolitánál vagy 2 évvel idősebb, barátságtalan szájú, kemény pillantású, hányaveti fekete lány. Mint kötelességtudó, újoncoknál gyakorta megesik, feszítő keretes ütőiket, tokba bújtatva hordták, nem úgy, mintha bizonyos specializálódott izmaik természetes és kényelmes meghosszabbításai lennének, hanem holmi kalapácsok, mordályok, furdancsok, vagy az én rettentő, ormótlan bűneim. Minden különösebb teketúria nélkül letelepedtek a pályaszélén álló padra becses, kabátom mellé és hangos elmélkodással csodáltak egy vagy 50 ütésből álló labdamenetet, melyet az ártatlan ló segített létrehozni és fenntartani, míg csak szinkópa nem csúszott a sorozatba, amitől levegő után kapkodott, és fejfölötti ütése kiment a pályáról, minek utána megejtő derűre fakadt az én arany kis cicám. Ekkorára megszomjaztam, és az ivókúthoz sétáltam. A vörös hozzám lépett, és alázatosan vegyes párost javasolt. Bill Mad vagyok, mondta, az pedig Faye Page. Színésznő, hello Dolly! Tette hozzá nevetségesen fölkapucnizott ütőjével a kiglancolt, félre mutatva, aki már Dollyval beszélgetett. Éppen azon voltam, hogy válaszoljak. Sajnálom, de gyűlölöm kitenni az én csibémet rossz kontárok nyesiseinek és röptéinek, amikor egy figyelemre méltóan dallamos kiáltást terelte el figyelmemet. Egy londiner galoppozott le a lépcsőn a szálloda irányából teniszpályánk felé, és jeleket adott nekem. Úgymond mindenütt köröznek. Egy sürgős távolsági hívás miatt olyan sürgős, hogy tartják nekem a vonalat. Természetesen. Fölvettem a kabátomat. Belső zsebében a pisztoly, és azt mondtam Lónak, egy perc múlva visszajövök.
Éppen fölvette egy labdát az európai láb plusz ütőstílusban. Ez egyike volt a kevés szép dolognak, amit megtanítottam vele, és mosolygott. Mosolygott rám. Rettentő nyugalom öntötte el szívemet, míg követtem a fiút fel a szállodához. Ez volt, egy amerikai kifejezéssel élve, melyben, mint egyetlen visszataszító dióhéjban tömörül a leleplezés, bűnhődés, kínzatás, halál és örökké valóság. Az. Silánkezekben hagytam őt, de ez most, mintha számított. Alig, ha számított. Természetesen harcolni fogok. Igen, harcolni fogok. Pusztuljon inkább minden, mintsem feladjam őt. Egész tisztességes kapaszkodó. A portán egy méltóságteljes római orrú férfi. Nézetem szerint igen sötét múltú. Megérne egy alaposabb nyomozást, saját kezüleg nyújtott át egy üzenetet. Végül is nem tartották a vonalat. Az üzenet így szólt. Mr. Humbert, a Beardsley Sikh iskola igazgatója telefonált, nyárilag Beardsley 28282. Legyen szíves, hívja azonnal. Igen, sürgős. Beszuszakolódtam egy fülkébe, bevettem egy apró tablettát, és vagy 20 percig viaskodtam az őr szellemeivel. Lassanként különféle állítások kvartettje bontakozott ki. Szoprán, ilyen szám nincs is Beardsleyben. Alt, Miss Pratt útban van Anglia felé. Tenor, a Beardsley iskolából nem telefonáltak. Basszus, nem is tehették volna, mivel senki sem tudta, hogy aznap éppen a koloradói championban vagyok. Némi összökérés után a római vette a fáradtságot, és utána nézett, volt egyáltalán távolsági hívás? Nem volt. Álhívás valamilyen helyi számról, nem kizárható. Azt mondtam, köszönöm. Azt felelte, meghiszem azt. A csörgedező férfi illem helyen tett látogatás, és a bárban magamhoz vett tömény után megkezdtem a visszavonulást. Már a legfelső teraszról megpillantottam Lolitámat, mélyen odalent a teniszpályán, mely akkorának látszott innen, mint egy kisiskolás rosszul letörölt palatáblája. Párost játszott, tiszta angyalként suhant három rettenetes bos nyomorék között. Ezek egyike a partnere helycsere közben, kedélyesen a hátuljára paskolt ütőjével, hihetetlenül kerekfeje volt, és képtelenül barna nadrágot viselt. Hirtelen valami izgalom támadt, megpillantott és eldobta az ütőjét, az enyémet. Felruhant a meredélyen, csuklóját és könyökét, csökevényes, szárnya komikus utánzataként lengette, amint görbült lábakkal kikapaszkodott az utcára, ahol szürke kocsija várta. A következő pillanatban sem ő, sem a szürkeség nem volt sehol, mire leértem a maradék trió, a labdákat gyűjtögette össze és válogatta szét. Mr. Med, ki volt ez az ember? Bill és Fay igen komoly képpel rászta a fejét. Ez az abszurd betolakodó. Csak azért szállt be, hogy ki legyen a páros, igaz-e, Dolly? Dolly, az ütőm nyele még mindig undorítóan meleg volt. Mielőtt visszatértünk volna a szállodába, egy ösvénykére vezettem, melyet félig elborítottak a virágokkal telefüstölt. Jó illatú cserjék, és éppen azon voltam, hogy egykedvű álmatagságát feloldandó kövér könnyekben török ki. Könyörögve hántsa le rólam a körém burkolódó lassú rettenetet, mindegy, miféle hihetetlen mesével, amikor a térdét csapkodó medkettős mögött találtuk magunkat, az összeillő emberek, mint tudjuk, idillikus környezetben találkoznak, a régi vígjátékokban. Bill és Fay majd megszakadt a nevetéstől. Éppen valami tréfálkozásuk végszavára érkeztünk. Nem igen számított. Lolita, mintha tényleg nem igen számítana, láthatóan abból indult ki, hogy az élet, mint eddig, folyik tovább, a maga mindennapi örömeivel. Azt mondta, szeretné fölölteni a fürdőruháját és a délután hátra lévő részét az úszodában tölteni. Pompás nap volt, Lolita. 21. Ló, Lola, Lolita. Hallom magamat kiáltozni a napfényre nyíló ajtóból, s az idő, a kupolás, idő, akusztikája, annyi szorongással, szenvedéllyel és szenvedéssel színezi árulkodóan rekedt hívásomat, hogy az elegendő volna ló, nejlon szemfedője, cipzárjának lerántásához is. Ha halott lenne, Lolita, egy gondosan füvesített terasz közepén találtam meg végül, kirohant, mielőtt én befejeztem volna. Ó, Lolita!
Ott játszadozott egy átkozott kutyával, nem velem. Az állat valami terrierféle lelejtett és újra felkapott, majd foga közé erőltetett egy kis nedves vörös labdát, mellső lábaival sebes ütemet vert a ruganyos gyepen. Azzal elugrott. Én csak látni akartam, hol van ló. Nem tudtam úszni ilyen lelki állapotban, de kit érdekel? Ott volt ő, és ott voltam én fürdőköpenyemben, és abba hagytam a hívogatást. Ám hirtelen meghökkentett valami mozgása a ritmusában. Ahogy erre-arra lódult, a sztékvörös fürdőnadrágocskájában és melltartójában. Görcs és őrület színezete incselkedését, több más volt ez. Jóket? Még a kutya is, mintha megdöbbent volna reakciónak, szertelenségén. Fölmértem a helyzetet, és kezemet óvatosan a mellemre helyeztem. A pázsit mögött nyújtózó türkiszkék úszómedence nem volt többé a pázsit mögött, hanem inkább belül a mellkasomban, és szerveim úgy lebegtek benne, akár az ürülék a tengerkék vízben, Niccánál. Az egyik fürdőző kimászott a medencéből, a fák pávaszemes árnyéka félig elfette, némán állt, törülközője csücskeit markolt a nyaka körül, borostyán sárga szeme Lolitára tapadt. Ott állt nap és árnyék terep tarkájának fedezékében, saját mesztelensége áruhájában, nedves fekete haja vagy ami, maradt belőle kerek koponyájára tapadt, bajuszkája csatakos, maszat, mellének gyapja szimmetrikus diadalívként vált ketté, köldök elüktetett, bozontos, combjáról csillogó csöppecskék csöpögtek, vizes, feszes, fekete fürdőruhája duzzadt, és életerőtől feszült volt, ahol behúzta nagy kövér pocakját, mely párnás pajsként borult visszafogott vadállatisága fölé, és dióbarna arcára pillantva rádöbbentem, hogy amiből felismertem, az a lányom tükröződése volt benne, ugyanaz az üdvözült grimasz, melyet azonban rúgtá torzított kansága. Azt is tudtam, hogy a gyermek, az én gyermekem tudja, hogy a férfi figyeli, élvezi pillantása bujaságát, neki rendezi az újongó ficánkolást, ő drága, a rossz ringyó. Előre hajolt a labdáért, elvétette, hanyatt esett obszcén fiatal lábai őrülten kalimpáltak a levegőben. Onnan is érezhettem izgalmának pézsma illatát, ahol álltam, és azután láttam, valami szent borzadálytól, megkövülten, ahogy a férfi lehunja a szemét, és megmutatja apró, rettentően apró és szabályos fogait, még vállát nekiveti egy fának, melyen tucatnyi pöttyös priapos reszket, mint a nyárfa levél. Nyomban ezután csodálatos átalakulás ment végbe, bár nem a szatírt láttam, hanem az igen jó lelkű és bolond svájci unokatestvért, azt a Gustav Trappot, akit többször is már említettem már, és aki súlyemelő mutatványokkal szokta volt levezetni a lumpolásait. Tejjel itta a sört a jó disznó, fel alá tántorogva és röfögve valami tóparton, máskülönben igen zárt fürdőöltönyét félvellel letolva. Ez a Trapp már messziről észrevett, és törölközőjét tarkója körül húzogatva, színlelt közönnyel visszasétált a medencéhez. S mintha csak a nap kiszállt volna a játékból, ló elernyett, lassan fölállt, ügyet sem vetett a labdára, mint a terrier a lába elé helyezett. Ki tudja, miféle megrázkodtatást okozunk egy kutyának, amikor félbeszakítjuk a hancúrt. Belekezdtem valami mondatfélébe, azután mellemben rettentő fájdalommal leültem a fűre, és zuhatagnyi földet meg barnát okáttam, amit emlékezetem szerint nem is ettem. Láttam Lolita pillantását, inkább számítónak tűnt, mint rémültnek. Hallottam, amint azt mondja egy kedves hölgynek, hogy apjára rájött a roham. Azután hosszú ideig a társalgó egyik székén hevertem, gint töltöttem magamba. Egyik kupicát a másik után, és másnap reggel elég erősnek éreztem magam ahhoz, hogy tovább vezessek, amit később egyetlen orvos sem hitt el nekem.